beszélgessünk. Az biztos, hogy Rokon Ilonkának soha nem lesz gyomorfekéje. Ha elmegy az áram, ha gyorsan vezetsz a kis utcában, ha kidobod az ételt a szemétbe, ha kerülöd a munkát, Rokon Ilonka rögtön forgatja a szemeit, és nem is tartja magában a véleményét, kimondja a csak neki készített digitális platformon. Vas Szabolcs a megálmodója annak az oldalnak, ahol összeszedi mindennapi aranyköpéseinket, szembesít minket önmagunkkal, a kicsinyességeinkkel, a kliséinkkel. Szabolcs az Újvidéki Művészeti Akadémia Design mesterszakának hallgatója. Részt vesz hazai és külföldi kiállításokon, performanszokon. Legújabb irányvonal, amelyben jeleskedik, a trash art, azaz mindennapi hulladékainkat hasznosítja újra, és készít belőlük szobrot, színpadi kelléket, szobadíszt. A mai műsorban Vas Szabolccsal beszélgetek. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok! Szeretettel üdvözlöm Vas Szabolcsot a műsoromban. Pár hete a Topolyai Vásárban jártam, és szétnéztem, hogy pakoltak-e ki valami izgalmas antik bútorokat, vagy festményt a kofák, és egyszer csak megakadt a szemem egy áruson, aki szentképeket árult. De tudod, azokat a háromdimenziós szentképeket, a szivárvány színeiben pompázó háromdimenziós Szűz Máriát, és ahogy nézegettem őket, eszembe jutott a Rokon Ilonka. Na mondom, ha ezt meglátná Rokon Ilonka, biztos, hogy meg lenne róla a véleménye, és mondaná valami jó kis szaftosat. Hát most ez az, amiről beszélsz, ez egy vallási gics, ami valószínű, hogy önmagában nem a domináns vonala ennek az Ilonkának, viszont maga a gics az pedig teljesen sokrétű dolog. Az egy ilyen demokratikus álművészet, szóval ez lehet magában vallási kontextusú, lehet egy egyszerű tájképfestészet, ami minden egyes fűszál föl van leltárazva egy szőrszálas ecsettel, minden fűszál, szóval mindenféle verzió van. És tulajdonképpen úgy találtam ki ezt az Ilonkát, hogy gicsen keresztül próbálok kommunikálni emberekkel, ez egy ilyen demokratikus valami, amit mindenki megért, és valószínűleg ezért is sikeres a maga módján, mivel hogy a gicset könnyen befogadják az emberek, ez egy kommunikációs kanál is, nem feltétlenül művészet, viszont nagyon jó pedagógiai célja lehet az, hogyha persze ez valószínű, hogy aki ismeri, ennek nagyon kevés hányadához juthat el, hogy a gicsen keresztül tulajdonképpen az ízléstelenségen keresztül, szóval ez zárójelbe rakom, hogyha rávilágítunk arra, mi a nem jó és nem esztétikus, akkor valószínű, hogy helyes irányba tudjuk terelni azokat az embereket, akik megértik, és megtudják, hogy mi lehet az esztétikus, hogyha megvan, hogy mi nem az. De te küldetésednek érzed? Hát elkezdtem, tudod, és útközben, ahogy egyre jobban belemélyedtem, meg én ebből olvastam is, és prezentációt csináltam, UMDK-n is részt vettem, ott külön díjat kaptam ezért. Egyre jobban megtapasztaltam tulajdonképpen, hogy mit csinálok, és kitapostam magam előtt ezt az ösvényt, és valószínűleg, mivel rengeteg árokba jutottam ilyen téren, hogy most tulajdonképp mit csinálok, művészet ez, vagy nem,
De viszont, hogyha már van eszmei értelme, még nem gicset csinálok, mivel hogyha már tudatosan csinálom a gicset, és tudom, hogy mik a gicselemek, a halmozás, az értelmetlen, neadekvát, összeférhetetlen dolgok ész nélküli használása, hogyha ennek tisztában vagyok, ennek a részével, meg ugye, hogyha ez a célom, pedagógiai nevelés talán, meg rávilágítást, mivel hogy én ilyen részleteket próbálok följegyezni, és szembesíteni itt a vajdasági, a magával a vajdaságiassággal, akkor szerintem ez művészet lehet, és akkor megpróbáltam ezt magamat ezzel megnyugtatni. Azt nyilatkoztad egy korábbi interjútban, hogy az is szerinted egy gics tendencia itt nálunk, hogy ugye szülők elvárják a gyerektől, hogy egyetemet befejezze időben, utána család, ház, gyerekek, tehát megvan ez a sorrend, és ugye az óriási nyomással van ránk, gyermekekre. Vajon te azért csinálod ezt a rokonilonkás projektet, hogy ezeket a feszültségeket, ezeket az elvárásokat, amik körülvesznek minket a társadalomban, kiírd magadból, valahogy kialkosd magadból? Hát nekem most személyesen annyira ilyen jellegű feszültség, hát valószínű, hogy van, de annyira nem rágom magam ez miatt. Személyesen minden egyes projekt, amiben belekezdek, mert ez nem az egyedüli dolog, ez az Ilonka, hanem párhuzamosan van egy-két dolog, ami foglalkoztat, és néha alább hagyok, néha félreteszem ezt a dolgot, sőt, mostanában inkább más dolgokkal foglalkozok. Tulajdonképp nekem ez ilyen létértelmi jelenséggel bírhat, képzőművész vagyok, ez a szakmám. Elhatároztam, hogy ezzel fogok foglalkozni. Nem feltétlenül anyagi jellegű, de tisztában is voltunk, hogy a képzőművészet az nem ilyen, nem anyagi centrikus, hanem inkább eszmével foglalkozik. Szóval nekem az egyedüli motiváció az, hogy létértelmi jelenséggel bírjon számomra az, amit alkotok és létrehozok. Szóval a képzőművész számára az alkotás a legfontosabb. Ezt kitaláltam. Csinálom már, eddig jól esik, hogy újat találok ki, akkor újat fogok kezdeni. De észre is vettük, hogy most kicsit háttérbe helyezted, ugyanis, hogy forogtam most több társaságban a nyáron, akkor beszédtéma volt, hogy mi van a Vasszabival, sőt, mi van a Rokonilonkával. Már mentek a viccek, hogy Rokonilonka elment nyaralni, Rokonilonka elment kirándulni, mert nem teszi fel a legújabb aranyköpéseit, úgyhogy azt vettem észre, hogy hiányzik az embereknek, úgyhogy ne adj alább a lelkesedéssel, meg azt is most, amikor kitaláltam, hogy majd meghívlak vendégnek a műsorba, elkezdtem figyelni, hogy hány követője van az oldalnak, mert érdekel, és napról napra nő a követőid száma. Tehát egyszerűen brand lett Rokonilonkából. Volt a mama Medjugorjén. Nem tudom, mit mondjak erre. Most jön majd a vallási gics téma. Nem, hát az nem fog jönni külön. Ez van egyébként, ez egy nonsense feedback volt, különböző feedback visszajelzések voltak, de azt hallottam, hogy tulajdonképp hegyesen a templomban kilettem prédikálva ezzel a projekttel, mivel hogy ez tisztességtelen dolog, vallással szembe fordul, meg minden, mivel hogy ugye ez megjelent a helyi szóbeszéd folyóiratban. Na most ez egyáltalán nem fikázás, meg ez gúnyolódás is lehetne egy idős asszonynak, nem magában a vallásban, hanem magában egy idős asszonyt tulajdonképpen gúnyolnék, de én nem hiszem, hogy ilyen negatív konnotációja lenne ennek az egésznek. Inkább szembesítesz önmagunkkal. Hát figyelj, én amiket hallok kliséket, mert nekem ez az egész klisére alapozódik, és nem feltétlenül idős személyektől jönnek ezek, sőt, nagyobb hányadában velem egy idős barátaimtól hallok dolgokat, amiket már 5000-szer hallottam, és hogy tulajdonképpen mennyire klisékre vagyunk építve. Annyi, hogy most ez egy ilyen Ilonka név mögé burkolózik, meg egy ilyen gics világba, akinek mindenkinek vicces lehet, hogy jaj, tényleg ez egy idős asszony, gondolkozzanak el rajta, hogy tulajdonképpen mindenkinek van rengeteg kliséje, és ez ellen nem lehet elszökni, és pont ezeket a kliséket mutatom be tulajdonképpen. Egy ilyen áll arc mögé burkolózva, ami nem feltétlenül nő, szóval nem gender téma, férfi. Ami szintén divatos most. Abszolút. Én csak felruháztam egy karaktert ezzel.
És valószínűleg sokaknak ezért vicces az, hogy jaj, mert asszonyra gondolnak, de közben egyáltalán nem, ez egy univerzális dolog. Sőt, a szár nyelvben is, meg a magyar nyelvben is ugyanúgy ilyenek vannak, tudod, hogy Tjaustáimá nista, és akkor mennek vidimosze, ezek az ilyen dolgok itt is vannak, megy a munka, megy, jó van, rengeteg ilyen klisé van. És azzal, hogyha valaki ezt bemutatja, szembesíti, akkor ez gúnyolódásnak számít, akkor valószínű, hogy nem szereti az a személy azt, hogyha magára ismer dolgokban. Nem tudom. Én nem érzem egyáltalán negatívnak ezt az egész dolgot egyelőre. Említetted, hogy nagyon sok más projekttel foglalkoztál még a nyáron, meg most egyébként is. Ami most téged nagyon érdekel, az a trash art, és nagyon jeleset alkotsz egy csapattal. Első díjat nyertetek egy természetfilm fesztiválon, aminek volt egy ilyen küldetése, hogy szemétből a művészek építsenek szobrokat, valamit, ami látványos. Közösségi oldalon is láttuk, hogy mivel nyertétek meg ezt az első díjat, és azóta hallották ugye az emberek, hogy ez milyen jól sikerült, már felkértek a Tanya Színházra is, hogy készítsétek el a szökőkutat, ugye sokan nem is tudják, sokan láttuk most nyáron a Tanya Színház új előadását. Szabi készítette azt a gumiból készült szökőkutat is, amin Horváth Blanka áll az előadás alatt, és most a Malom Fesztiválon a kukoricásban álló három űrkommandóst is ti készítettétek. Mink, szóval nem én, ez nem egy ilyen személyes dicsőség, ezt kihangsúlyozom. Szóval ez is spontán formáció volt, hogy hívtak minket Gödöllőre, a Természetfilm Fesztiválra, pont, jelentkezzünk a Trash Artra, és minden egyes fiatal képzővésznek szóltak egy Facebook csoportban, és akkor négyen összeálltunk. Teljesen naívan, spontán felmentünk Budapestre, béreltünk egy műtermet, a saját pénzünkből összeraktunk egy szobrot, ami bizony költségesnek bizonyult, de ezt itthon nem ismertük el. Szerintem épp egy azon nevettünk, hogy a szüleinknek nem is mondtuk el, hogy mi a francot csináltok, hova megy el ez a hülye pénz. Még melót, még munkát is fektettünk bele, meg pénzt is, úgyhogy nem is biztos, hogy nyerünk. De ezek szerint a végén sikerült, megnyertük a fődíjat, ami után most az tájfakasztó lett, tudod, és azt most próbáltuk kihasználni, lett a Tanya Színház, rendelt tőlünk egyet, meg ugye a Malmosokkal beszéltünk, meg van már tulajdonképpen három melónk ezzel a csoporttal, vége lesz lassan az évnek, meg most jövőre próbálunk felkészülni a nyárra, hogy minél több ilyen hasonló projekteket próbáljunk együtt összerakni, gumikból lehetőleg, az lett tulajdonképpen a saját speciális anyagunk, meg majd készülünk fesztivál, és valószínű, hogy megtervezzük parciálisan a jövő évén nyarat, hogy minél több ilyen melót próbáljunk létrehozni. És próbálunk egy brandet talán egy név alá burkolózni ezzel. De ezzel neked új technikákat is meg kellett tanulnod, ugye gumit kellett vágnotok, nem csak gumit, milyen anyagokat használtatok még föl? Hát az első kettő melónál tulajdonképpen ott gumikat vágtunk, traktor, kis traktorgumi, kamiongumik, és ezt egyáltalán nem is tudtuk, hogy mivel lehet elvágni, meg majdnem balesetünk lett ebből, de jó tapasztalat volt. Acélszálas gumikat dekopírral kell elvágni, ezt aki érdeklődik, ezután ez szívesen elárjuk ezt a titkot. Utána meg most a Malmon Fesztiválon ilyen tűzálló azbest ruhákból készítettünk dolgot, mint kiderült, ez nem azbest, hanem valami alumínium szulfát, nem tudom mi. Nem sok munkatapasztalat, anyagtapasztalatunk van eddig a három meló után, csak tudjuk, hogy a gumival nehéz dolgozni. Érdekes, hogy amiről a beszélgetés elején szó volt, a Rokon Ilonka, ott a gitcsel foglalkozol, de hogy megnézem a többi munkádat, például a Topolyai Múzeummal is közreműködtél, a MunkArtur kiállításhoz készítettél egy nagy kanalat, MunkArtur kanalát, azt is újrahasznosított anyagból, tojás tartókból készítetted el, ha jól láttam, és most is, ahogy megnéztem ezeket a szobraidat, semmi köze nincs a gicshez. Tehát érdekes, hogy abszolút más vonalat képviselsz így a szobrászkodásban.
meg valószínű, hogy rajzban is, meg a festészetben is nem is akarok gicset festeni. Meg a rokoni lonkában sincs olyan szinten gics, csak gicselemek vannak felhasználva. Most ilyen téren valószínű, hogy ilyen skizofrén vagyok, ugye több párhuzamos énem van, de azt az ilonkát elkezdtem, ott kialakult egy dolog, de nem hiszem, hogy én most ilyen nem azt akarom mondani, hogy gics artist lennék, mert nem akarok gics művész lenni, hanem próbálom elkerülni azt, de párhuzamosan mellette van egy rengetegféle vizuális érdekeltségem, ami még valószínűleg nincs kifejlődve, hogy most miről lehet megismerni. Rokulonkáról most már valószínűleg meg lehet ismerni, de nem hiszem, hogy teljességében az vagyok én, és csak is az vagyok én, hanem párhuzamosan rengeteg dolgot csinálok, és érdekel is, és valószínű, hogy ez is egy lezárult fejezet lesz, utána még majd egy más dologban fogok kibontakozni. Most például ősztől egy teljesen új dologban fogsz kibontakozni, elkezdesz tanítani. Igen. Itt a Hegyesi Általános Iskolában és a Feketicsi Nikola Gyurkovics Általános Iskolában. Erről még nem tudok sokat mondani. Kell óravázlatokat készítenem, amit valószínű interjú után hozzá is kezdek. Gyakorlom a retorikát. Ez van, várom a fejleményeket, hogy mit fogok belőle kihúzni. Nagyon sokáig, sok időbe telt, amíg egyeztettük ezt az interjút, mert egész nyáron valami elfoglaltságod volt, és azt mondtad, hogy hát örülsz, hogy most jön ez a suli, a tanítás, mert kicsit rendbe rakja az életedet. Egy rendszert ad az életednek. Könnyen szétszóródsz? Ami a nyarat illeti, természetesen hát fesztivál volt, csomó helyen dolgoztam, meg járkáltam, meg nekem ez szükséges is volt, figyelj, fiatal vagyok, meg még szeptember előtt én ezt így kiugráltam magam, meg kiszaladgáltam magam, szóval jó, hogy abszolút szétszorodtam, és most úgy is terveztem egyébként, hogy ez a nyár nekem erről fog szólni, aztán pedig a szeptember arról fog szólni, hogy én elkezdek tanítani, meg párhuzamosan megpróbálom befejezni a mesterképzési szakomat, meg megírni a diplomamunkámat, amihez nem jó egy ilyen sámánkodós életvitel. Emellett, most is, amikor megérkeztem ide hozzád Kishegyesre az otthonodba, láttam, hogy a Bandi Sörnek tervezted a címkéjét, tehát ez egy, nem is tudom, hanyadik projekt, sokadik projekt, amivel foglalkozol. Indult egy kézműves sör itt Hegyesen, barátaiddal összefogtatok, és hát most már nem csak világos bandi van, van vörös bandi, barna bandi, nagyon sokféle bandi. Most a Malom Fesztiválon is bemutatkoztatok, nagyon jó hívó mondatot, reklámszöveget írtatok ki. Gyűjjetek egy halomra, gyertek a malomra, ha jól emlékszem. Bandi jött, vagy nem emlékszek én se pontosan, hogy jött. Gyűjjetek egy halomra, Bandi jött a malomra. Nem emlékszek, az csak, hogy spontán ott telefonon írtam még, amikor a Malom Fesztiválon voltam. De ez jó, hogyha neked tetszett egyébként. Igen, az egy hegyesi barátomnak a kezdeményezése volt, és akkor én besegítek neki a marketingben, meg a komercialistájával vagyok tulajdonképp, ilyen volontőr, mivel hogy hát mindenhol most kezdi felütni a fejét ez a kézműves dolog, tényleg most nyáron is egy jó pár helyen itt Bácskában, vagy Verbász, Temerin, Szabadka nyílnak meg az új kézműves sörök, és ugye próbáltam neki segíteni, meg bejelentettük a sör címkét most, vagyis magát a sört, és akkor most tervezem újra át neki a sör címkét, próbálunk ilyen disztribúciós hálózatot kiépíteni. Tulajdonképpen ez nem egy ilyen, nem a fő projekt, amit csak így segítek mellette a kollégámnak. És remélem szerencsével fogunk járni. De milyenek a visszajelzések? Most azért fesztiválon elég sok ember megismerkedett vele, meg Domboson is ugye ott voltatok. Hát én, mint komercialista, én azt mondanám, hogy ez a világ legjobb söre, és mindenki csak a bandit fogyassza, de inkább ez ilyen hülyeségben nem megyek bele, hanem arról van szó, hogy ha látjuk, hogy visszajönnek, és a Malmon is láttuk, hogy visszajönnek vásárolni, akkor az egyértelműen jó jel. Főleg, hogyha másnap reggel nyitjuk ki újra a bódét, a bandi bódét, ahol ugye árultunk, és hagynak üzeneteket, hogy mennyire jók voltunk, hurrá, sok szerencsét kívánnak, az nekünk abszolút motiváló jelleggel bír.
Szóval eddig még nem szittak bennünket, ami egyértelműen jó. Van egy temerini lokál, a Papa Pub, ott állandóan van forgalmazva, van egy átlagos fogyasztás is, heti átlagos fogyasztás, amiből ugyanúgy kiderül, hogy végül is iható sört gyártunk. Dombos Festen is, szóval működött ez a folyamat, tudtuk árulni, és fogyasztották az emberek, szóval ebből a kifolyólag én úgy gondolom, hogy ez az iható kategóriába tartozik, és a fogyasztható sörök közé tartozik. Sőt, Domboson óriási húzás volt az, hogy úgy csalogattad be a sörpincébe a látogatókat, hogy szobrokat készítettél. Egy szobrot ott összeállítottam, egy ilyen kézműves sört pisáló öreg embert, aki egyébként egy multimediális szobor, mert füttyög, és bele van építve egy hangszóró, szóval fütyörészik közben ilyen melódiákat, és tetszett az embereknek, ami még jó, mivel hogy egy plusz ingerre hatunk a sör mellett, a vizuális részére is. A címke mellett ugye ott van ez a szobor, szóval ez természetes, hogy a szakmám, és ezzel bele fogok ivódni, és persze, hogy a része lesz a bandinak is. Ott, amikor voltunk a pincében, és figyeltem, ott az emberek valakik beszéltek mellettem, épp magyarázták, hogy fú, ez totál bandi, ha olyan, mint a Rokoni Lonka, ami még totál jó, mert egyébként ezt is akartam elérni, és nem is kellett mondanom, hanem rájöttek erre. Szuper. Elértem a célom. Pár hónapja ott voltam a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóján. Megismerkedtem az Adai Színtársulat új előadásával, és majdnem elájultam, amikor megláttam, hogy Rokoni Lonkát színpadra vitték. Úgy nevetett a közönség, hogy dőltünk ki a székekből, akkora sikert aratott, hogy kimentünk az udvarra, és a könnyeinket törölgettük, és azon gondolkoztam, hogy mennyire jó, hogy te megalkottál valamit, ott van egy digitális platformon, színpadra viszi, de most megjelenik a sörben, de akkor ott vannak a szobraid, megjelennek a fesztiválokon, tehát igazából mindenhol újra találkozhatunk veled egy-egy alkotás formájában, úgyhogy szeretném, hogy ez továbbra is így maradjon, ehhez sok sikert kívánok, és remélem, hogy Rokoni Lonka visszatér a nyaralásból hamarosan. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!
beszélgessünk a világról, amiben bolyongunk, és nem találjuk egymást. Beszélgessünk. Egyenesen a szívemhez, te nekem is.